Itt a stúdióban pedig vendégünk két bűvész, Fanny White és Damien White, akik egyébként az első magyar bűvész színház alapítói és vezetői. Kezdjétek csak, jó napot kívánok! Üdvözlünk a hallgatókat! A hallgatóknak a kérdéseire is kíváncsiak vagyunk. Azt nem állítom, hogy bűvészeink majd kitalálják, hogy mit fognak kérdezni a hallgatók, de hogyha önök küldenek SMS-t, 0630 9666 az SMS számunk, akkor természetesen az önök kérdéseit is fel fogom tudni tenni. Szóval önök is így kezdték mindaren? Végül is igen, tehát gyerekként én bűvész dobozzal kezdtem. Ó, igen, ez nekem is volt, Rodolfo, 33 az... plusz 3 talán. Nekem kis lapocskák voltak, és pöttyök szaporodtak rajta. Pontosan. Na, nem volt pötty, egy pötty volt, két pötty volt, ugye? Két pötty, stb. Igen, kendők, meg kiskarika, stb. Ez volt az első, de igazából egy nagyon híres illúzionista volt az, aki engem belerángatott ebbe a szakmába. Ő nem más, mint David Copperfield, mert szüleim jó voltából, ők felvették videóra, akkor még adták a tévében a show-kat, felvették, és azt, hát nem tudok rá jobb szót mondani, rongyosra néztem azokat. Hogy ment át a kínai falon? Hogy tüntette el a Boeingot, igen, meg a szabadságszobrot? Akkor ezekre a kérdésekre én is kerestem a választ, most már megtaláltam a választ, ugye, mint szakmabeli, de... Hát csoda. Csoda. Egyértelműen. Nyilván. Egyértelműen csoda. Tehát, mint bűvész szabály, ugye, ezt nem vethetjük fel, de valóban egy csoda. Fanny is bűvészkedik? Én most tanulom, tehát nekem ez még ilyen kezdeti stádiumban van, ugyanis Damiennel egy párt alkotunk, és amikor megismerkedtünk, ő már régóta bűvészkedett és foglalkozott ezzel, és engem elvarázsolt. Tehát igazából nekem így kezdődött az egész, és beleszerettem ebbe a szakmába, és azóta én is űzni szeretném. Ez általános tapasztalat, hogy udvarolni jól lehet bűvészet? Ez egyébként abszolút igaz. Igen. Tehát, hogyha valaki jól csinálja, akkor azért bárkit el lehet varázsolni, még azokat is, akik esetleg azt mondják, hogy idegenkednek így a bűvészettől, mert hogy ők nem szeretik, ha palira veszik, vagy ilyesmi. Igen, szóval nőként akartam kérdezni, hogy nem rossz ez, hogy tudom, hogy hazudik? Nem, mert valahogy úgy adja elő, hogy nem ez a lényege, hogy hazugság, hanem maga a csoda, a varázslat. Az illúzió. Igen. De azért igen. Van neki igazi énje is, amikor őszinte. Igen, így van. Szoktam őszinte lenni. Na szóval mi ez a bűvész színház? Ezt hogy kell elképzelnünk? A bűvész színház 2012-ben alapítottuk, azzal a céllal, hogy legyen egy olyan hely, ahol kifejezetten csak bűvész előadásokat lehet nézni, mert mi úgy véltük, hogy maga a bűvészet és a bűvész előadás az egy alternatív szórakoztatási forma a mozi meg a normál színház mellett. És ugye bekerülni egy műfázba egy saját önálló estel, az abban az időben kicsit nehezebb volt, meg... Ilyen kísérő rendezvényként lehetett bűvészként fellépni. Meg általában a bűvészek ugye a zárt körű céges bulik, meg szülinapi partik ilyen helyekre voltak szorulva, tehát nagyon ritka volt az önálló est, a nyilvános est, amit meg lehetett nézni, és mi úgy döntöttünk, hogy miért ne? Tehát, és akkor hogy néz ki, mennyi időtartam egy előadás? Nálunk egy másfél órás. És nem telítődik a közönség, hogy igen, tudom, nem, ez se az, amit látok, ez se igaz. Jaj, még egy galamb, még egy nyúl, nem már. Igazából mi ezt úgy találtuk ki, ha már bűvész színház, hogy maga a műsorok, mint egy színházi előadás, egy sztori köré épülnek, és a trükkök tulajdonképpen az adalék, tehát mellé. Ilyen például van egy olyan műsorunk a belga, ahol a nézőkkel együtt közösen egy bűntényt kiderítünk, és akkor trükkök segítségével próbálunk ilyen kis morzsákat ejteni, és utána együtt közösen kitaláljuk, hogy ki lehetett a tettes, ki lehetett a és a közönségünk kell kitalálnia? Tehát, igen. Tehát igen, közösen interaktív szellemi munka, és akkor utána pedig... Szokott. Nagyon ügyesek. Mindenkinek alapból is érezheti magát. Így van. Van olyan előadásunk, ahol például az Agy című előadás, ahol kifejezetten azt mutatjuk be, hogy egy bűvész, egy mentalista, tehát egy gondolatolvasó, hogyan használja ki az agynak az azon képességeit. Az inkább ilyen tudományos oldala. Ilyen ismeretterjesztő. Tehát minden egyes műsorunk köré építünk valami kis sztorit. Van egy keretmese, és akkor abban foglalnak helyet a trükkök. Minden az legyen, hogy megmutatom ezt a trükköt, jó. Megmutatom azt a trükköt, jó. Mert az úgy tényleg unalmas is lehet, igen. És azt én ilyen termékbemutatós bűvészkedésnek szoktam nevezni. Hányan vannak, akik fel tudnak lépni a bűvészszínházban? Igazából állandóan mi szoktunk föllépni, illetve vannak vendégművészeink, tehát vendégelőadók, de hát, hogyha összesen számolnám, egy olyan 5-6-an biztos, akik szoktak így időnként felbukkanni nálam, de
azon vagyunk, ezért is van a bűvéssulink is, hogy az új generációt felneveljük, mert akkor ezáltal minél többen is leszünk. Hogyan látják a bűvészet presztízsét ma Magyarországon? Hál' Istennek, szerintem felszálló ágban van. Igen, tehát kezd visszajönni. Egyre több a bűvész rendezvény, a bűvész műsor, ugye mi is próbálunk tényleg hetente mindig műsorokat adni, meg mások is, tehát szerintem felszálló ágban van. Függ ez attól, hogy milyen ágát műveli valaki a bűvészetnek? Tehát egyáltalán tegyük ezt rendbe egy kicsit, hogy illuzionista, bűvész... Mi van? Mentalista. Mentalista, igen. Több ága van a bűvészetnek magának. Több ága van, igen. Hát nálunk illúziót nem lehet, mert ahhoz kicsik vagyunk, mert az illúzió az ilyen nagy színpados dolog, ilyen óriás színpados dolog. Ja, mert hogy a csodán kívül azért némi technikai berendezés is szükséges persze, hozzá. Hely is kell igen, hozzá. Nem elég egy bűvészpálca. Nem elég, igen, hely is kell hozzá. De egyébként teljesen mindegy, hogy milyen ágát űzi az ember, tehát... Mostanában azt veszük észre, hogy ez a nagyon laza, nagyon trendi, ami a tévében van bűvészkedés, meg ez a gondolatolvasós mentalizmus, ez az, ami nagyon hát trendi így manapság. De jó fél. Ideje trendi, hát Uri Gellertől kezdett, már pedig ő akkor volt a csúcson, amikor én még egészen kicsi gyerek voltam, tehát ez egy jó... Két igen, évtizede. Ez olyan emberközeli dolog, és ezt úgy jobban befogadja hát a közönség. Most a tévében ugye ilyen Dynamo, meg az ilyesmik vitték föl, ez a Street ága. Magic, amit mi igazából már évtizedek óta ismerve close-up, illetve mikromágiának nevezünk. Akkor csak magyarázzunk, jó? Street Magic? Street Magic, ez utcai az utcai bűvészkedés. Ez itt a piros, hol a piros? Majdnem. Tehát igazából bármit, akár, amit igen. Az utcán egy farmer nadrágban kapuszni pulcsiban elő lehet adni. Ebbe a kártya, érmetrükkök, még egy kis gondolatolvasás, ez is belemegy. Akkor ez inkább kézügyesség? Tehát inkább kézügyesség, igen. Tehát a Street Magic. A close-up? A close-up az végül is ugyanaz, csak asztalnál. Csak az asztalnál. Tehát az az elegáns módja. Zárt helyen. Ez a mikromágia. De ugyanúgy a nézők körbeállják az asztalt, és csak a kezemet figyeljék, és úgy se látnak semmit. Tehát igazából a Street Magic az csak egy neve annak, hogy ezt kivitték az utcára. Ezt a mikromágiát, ezt a közvetlen közeli bűvészkedést. És akkor van még a klasszikus, ugye a színpadi kötél, karika, stb. Kendő. Lehet itt még újat alkotni? Kötél, karika, kendő kategóriában? Nyúl a dobozban? Tükrös olyan furcsa, box. Mert ezt sokan kérdezik, és maguk a fogások, tehát amiket megtanul az ember, abban nem lehet újat alkotni nagyon, tehát van, amikor behozzák már a technikát, de azt annyira nem szerettem, én mindig ilyen kézügyességpárti voltam inkább. Tehát úgy újat nem lehet, mert most is például több száz, meg több ezer éves fogásokat szoktunk használni, és nem véletlenül mondtam a több ezer éves, mert például az egyiptomi pohárjáték, azt már egy 5000 éves papirusztekercsen megtalálták, feljegyezve, tehát tényleg ilyen ősi trükköket is csinálunk, és a fogások azok ugyanazok. De akkor is szórakoztatás volt vajon a cél, vagy inkább pedig? Ilyen játék. Inkább játék. Játék volt akkor a cél. Tehát abban az időben még nem volt ez a hosszú bűvészek vagyunk. Tehát fogásokat nem, inkább a rutinokat, tehát azt, hogy ezeket a fogásokat hogyan kötjük össze, és összeáll egy új trükk, ezeket lehet fejleszteni, ezekben találnak ki új dolgokat. Meg hogy hogyan adja elő, tehát az előadásmódban én lehet van. Még újítani. Hát igen. Azért ahogy a világbajnokságot figyeltem, és ugye Hajnóci Sován nyilván mindannyian láttuk, igen. Azért ott is ez volt, hogy volt egy keretmese, igen. Amire épültek aztán. Igen, tehát az ötletek nagyon számítanak. Igen. Tehát a Soma is azt csinálta, hogy ugye fogta az alaptrükköket, és modernizálta, belerakott egy-két új csavart, egy-két új dolgot. És fölfűzte egy sztorira. Fölfűzte a sztorira, és azt nagyon jól előadta utána. Tehát igazából ő is a klasszikusokat kicsit update-elte, tehát fölfrissítette. Honnan kapnak inspirációt? Szemfényvesztők című film. Azt meg lehet csinálni azokat a trükköket? Vagy az azért film? Inkább filmes. Inkább filmes dolog. Inspirációt? Hát a filmek azok nagyon jó inspirációk, de most nem csak bűvészes filmekre gondolunk, tehát a filmek nagyon, illetve szerintem a legnagyobb inspiráció az, amikor a bűvészek összegyűlnek. Tehát mikor vannak ezek a nagy rendezvények, szemináriumok. De mindenki tartja a titkot. A nagy rendezvény, szeminárium, ahogy én ezt elképzelem, bűvészek leülnek egy nagy kerek asztal körül, és mindenki hallgat. Ne. Egymás között nem. Egymás között nem. Tehát egymás között azért átadjuk a tudást, meg ötletelünk, meg próbálunk egy kicsit. Vagy azért van, amit megtartanak. Van, amit megtartanak. Van, amit nem. Tehát, de a többséget azért átadjuk, hogy fejlődjünk, mert ezáltal jönnek az új ötletek, meg előkerülnek újabb trükkök is akár. Tehát... Akkor van brainstorming, amikor összedobják.
megírják, van és akkor ebből új inspirációk így születnek. Így van. Tudnak így erre van. Példát mondani? Igazából a világbajnokság az egy ilyen, minden évben van Angliában is a Blackpool, tehát az is egy nagy összejövetel, de igazából a környező országokban is évente rendeznek nem egy, nem kettő ilyen rendezvényt. Ha önök megnéznek egy ilyen, mondjuk egy világbajnoki műsorszámot, fellépést, akkor ott van olyan, ami fejvakarást okoz, hogy na ezt hogy csinálta, vagy azért mindent lehet, tehát bűvészkörökben ezt nagyjából mind tudjuk, csak így megcsinálni, az nem biztos, hogy sikerülne. Igen, tehát magát a metódust azt tudjuk, tehát még hogyha rögtön nem is egy pár perc után már rájövünk a metódusra, de igazából nem is ezt szoktuk nézni, hanem próbáljuk azt, hogy maguk a fogások, amiket használnak, hogy milyen megdöbbentő vagy újfajta módon veszik elő a bűvészek, és mi is próbálunk azért ledöbbenni, és hagyjuk magunkat ledöbbenteni. És becsapni. Igen, mert jól esik azért időnként becsapva. Tehát mi inkább előadás módra megyünk már rá, mint arra, hogy mi a fogás. 5 perc elmúlt, 4:30, folytatjuk a beszélgetést Fanny White-tel és Damien White-tal, két bűvésszel, a Bűvész Színház alapítóival, és hát hogy nem teljesen véletlenül előkerült a zsebéből egy pakli kártya. Igen? Éjjjön. És hogy megyünk ezzel tovább? Pakli kártyával? Aha. Ha már itt van nekünk ez a csodálatos asztal, akkor nyugodtan húz nekem egy lapot. Bármelyiket húzhatom, kiterítette elém az asztalra, én húzok egyet. Hát csak azért se középről, jó? Csak inkább azért se, nyugodtan nézd meg. Megmutatom a hallgatóknak. Hallgatóknak megmutatom, igen. Jó, igen. Én közben, önök is látták, de csak közben önök látták. Kiszedek csak így egy lapot. Igen, egy másik lap került másik az asztalra. Lap, azt kérem vissza a csomag tetejére azt a lapot. Elfelezte a paklit, az egyik fél pakli tetejére én ráteszem a saját választott lapot. Most meg kellett volna jegyeznem, ugye? Igen, megvan, de megvan. Még nem össze is keverjük. Tehát ön már úgy is tudja. Lehet hallani a jó kis hangját a kártyának. Igen, peregnek a lapok. Peregnek. És tényleg keveri, tehát lát, ez nem ilyen álkeverés, mert olyat is láttam már. Nagyon szemfüles vagyok. Ilyen. Na, azt fogjuk csinálni. Én már kiszedtem előre egy lapot. Igen. De logikusan nem lehet a te lapod, viszont ez egy Joker. Uh-huh. A Joker azt tudod, hogy minden lapot szokott helyettesíteni. Általában igen. Bármelyiket tudja helyettesíteni. Koncentrálj erősen a lapodra. A Jokerre vagy a sajátodra? Nem a sajátodra. Megpróbálj, együtt Joker, koncentrálunk a hallgatókkal. Rendben. A Joker, ez a csodálatos főnix madár, ami itt van a Jokeren, az segít nekem egy pillanatra megmutatni, hogy mi lehet de a te lapod. Ez hogy van? Most nagyon sajnálom, hogy ezt önök nem látják. Az történt, hogy a bal kezében, jobb kezében tartja a paklit. Rajta volt felfordítva egy Joker. A bal kezével megfogta a Jokert, és megrázta. Csak úgy egy kicsit megrázta. És mire újra megláttam a lapot, addigra az én kártyám került elő. A kör 5-ös. Jó, rendben, a Joker eltűnik ilyenkor? Tehát Joker, az soha többé nem jön elő? Az eltűnik, az valahol bent van a pakliban. Valahol itt. Meg lehet ezt tanulni? Tehát bárki képes lehet rá, hogy megtanul? Én is akár? Szerintem... Mondom, Rodolfóban már nagyon jó voltam. Én azon a véleményen vagyok, hogy bárki megpróbálhatja megtanulni, és én mindenkinek megadom az esélyt, sőt, én mindenkiben látom is azt az esélyt, hogy trükköket megtanulhat. Kell hozzá valami speciális kézszerkezet, berendezés, tehát hosszú nyurga ujjak, rövid tömpe ujjak, kicsi köröm, tehát hogy a nagy kéz az nem árt, tehát a nagy kéz az mert nem árt. Mert abban el tud bújni egy lap. El tud bújni benne egy lap. A hosszú ujjak se ártanak, mert átfogni a lapokat bizonyos fogásoknál. Igen, de például, hogyha összezárom a kezem, és lukak vannak az ujjaim között, akkor ott simán lebukhat. Nekem is vannak lukak. És nem buktál le. És nem, mégsem. Én igazából azt szoktam mondani, hogy mindenkire meg lehet találni, tehát mindenkinél meg lehet találni azokat a fajta trükköket, amiket ő tökéletesen meg tud tanulni. Uh-huh. Persze vannak olyan ágak, amiket nem, mert hát vagy kitartásbeli hiány, vagy pedig tényleg kell egyfajta olyan kézügyesség hozzá, ami nem biztos, hogy mindenkinél úgy megvan. De akkor ezek szerint van olyan ág, van olyan trükkcsoport, amihez mondjuk nem kell annyira nagyon jó kézügyesség. Persze, tehát vannak például olyan, mondhatjuk így, önműködő trükkök, amihez kézügyesség szinte semmi nem kell, tehát szinte nulla, mégis iszonyatosan ledöbbentő hatás lehet vele elérni. Hogyha bejön valaki a bűvésziskolába, és látszik rajta, hogy totálisan antitalentum, akkor ő vele mi van? Tehát lehet őt biztatni, vagy érdemes biztatni? Szerintem kell is, tehát kell is biztatni, mert alapvetően a bűvészetnek az egyik alapcélja az, hogy az ember valamiféle önbizalmat szerezzen, hogy ő tud valamit, amit mások nem, tehát ez az elsődleges cél, és
Én ilyenkor, hogyha ilyen előfordul, mert előfordul egy csoportban, hogy vannak, akik kicsit visszafogottabbak, vagy nem nekik úgy a dolog, akkor külön segítek, és külön akkor olyan trükköket tanítok, vagy mutatok neki, amit biztos garantáltan ő is meg tud csinálni. Hát egész biztos nem az a cél, hogy mindenki világbajnok legyen, persze. Hanem ez azért nagyon sok egyéb készséghez is nyilván hozzájárul, hogyha valaki ügyesedik. Látszanak trendek, vagy irányok? Ugye beszéltünk korábban még a hírek előtt arról, hogy most inkább a mentalizmus, például meg az illúzionista trükkök, hogy merre fejlődik a bűvészvilág? Szerintem kezd visszajönni egy kicsit a kézügyességi dolog, tehát a komolyabb, de emellett párhuzamosan ez a high-tech verzió is felbukkan. Igen, ezek a telefonos trükkök, okostelefonos trükkök, stb. Tabletes trükkök, ezek most nagyon bejöttek. De ez inkább a hobbi bűvészeknél marad meg. Tehát a komoly bűvészeknél ők a technikát még most is próbálják rejtve használni inkább. És akkor a digitális technika bejövetele az inkább így érthető, hogy eszközként megjelennek az okostelefonok meg a tabletek? Igen, pontosan. Igen. És akkor az hogyan működik? Ezek áltelefonok, áltabletek, vagy valódi telefonok és valódi tabletek? Szóval van benne ilyen is, olyan is. És igen. Tehát inkább a technikát azt úgy próbálják a bűvészek beépíteni így a rutinjaikba, műsoraikba, hogy a történet eleme legyen, tehát hogy a mostani generáció otthon érezze magát ebben is, mert ugye elővesszük a nyulat, az ilyen kendős, karikás dolgok, azokat át lehet alakítani arra, hogy nem golyókat jelentetünk meg, hanem telefonokat például. És akkor egy kicsit így... Vagy telefonon a kártyát, a választott kártyát. Tehát felbukkan a képernyőn. És akkor így sokkal közelebb tudjuk magunkat hozni a fiatalabb generációhoz is. Magyarországon ez most mennyire dívik bűvésznek lenni, vagy mekkora a csapat, akik egyáltalán vannak? Nem vagyunk sokan, tehát kevesen vagyunk azok, akik ebből élnek, és tényleg szakmai szinten gyakorolják, de hál' Istennek tényleg a bűvésziskolának is köszönhetően, meg az interneten, a videóból is lehet egyébként tanulni kisebb fogásokat. Ennek köszönhetően ugye ez is felszállóágban van, tehát reményeink szerint egyre több bűvész lesz majd. És a magyar bűvészek azok összetartanak? Ugye mondták az előbb, hogy vannak ilyen találkozók, világbajnokságok, amikor találkoznak egymással, és megosztják egymással a tudásukat, vagy az ötleteiket, vagy egymást inspirálják. Ez Magyarországon is így megy, vagy Magyarországon Igazából Magyarországon is vannak rendezvények, ahol összejövünk, tehát évente egy-két alkalommal vannak ilyen rendezvények, ahol bűvészek összejönnek, de igazából vannak ilyen feloszlott tehát vannak ilyen csoportosulások, akik igazából így mennek a maguk útján, de évenként ezek a csoportosulások összejönnek. Mi kell ahhoz, hogy valaki ezekbe a körökbe bekerüljön? Tehát ahhoz, hogy én megvásárolok a bűvészboltban mondjuk egy trükköt, ahhoz nyilván engem nem fognak meghívni egy ilyen rendezvényre. Tehát ki az, mivel lehet nevet szerezni mondjuk Magyarországon bűvészkörökben? Hát az, hogy névszerzés igazából, hogy egy bűvészkör befogadja az embert, elég az, hogy fanatikusan rajongunk a bűvészetért valamilyen szinten, mert például nálunk is vannak olyanok, akik ugye elkezdték tanulni, és olyan szinten beleragadtak ebbe a művészetbe, hogy már évek óta járnak hozzánk, és őket nem mint profi bűvész természetesen, de mint bűvész rajongó, így körbe belett fogadva, mert szerintem ennyi elég, tehát itt nem kell olyanra gondolni, hogy ilyen nagy szigorú szabályok, meg mit tudom én, mik vannak. A lényeg a bűvészet szeretete. A lényeg az, hogy a bűvészet szeretete legyen, meg az alázat a művészet felé. Hát azt hiszem, hogy sokan vagyunk, akik szeretjük, és hál' Istennek vannak olyanok is, akik művelik. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és meséltek a bűvészszínházról is, meg a bűvésziskoláról is. Fanny White és Damien White volt a vendégünk. Engem például már is lenyűgöztek, mert elröpült valahova a Joker, és előjött az én választott kártyám. Majd ezen most még gondolkodni fogok, és álmatlan éjszakáimon időnként felfelülök, hogy ez vajon hogyan történhetett, de köszönöm szépen az élményt. Mi köszönjük a meghívást. Mindjárt mondom a közlekedési információkat, előtte viszont hangtár.